én dokumentáltam az iskolai életünket, az osztályunknak az életét. És hát ez még hozzátartozott az, hogy volt egy olyan nagyszerű iskolai igazgató, mint a Banner László, aki mindent elvitt a vállán az én csíntevéseim miatt, és azt mondta, hogy Csaba, én most neked megbocsájtok a dolgaid miatt, mert voltak ilyenek, hogy órán felálltam és elmentem fényképezni, és ebből igazgatói lett. Mindent megbocsájtok, de terhet rakok a válladra. Neked kötelesség lesz az a feladat, hogy te olyan fotókat, olyan filmeket készítsél, amire büszke lehetek. Ez nagyon nagy teher volt számomra. Ugyanakkor egy másik iskolában, az Zrínyi gimnáziumban is nagyon jó kapcsolataim voltak ott Margócsi Klára tanárnő és az ott lévő diák zigzugos csoporttal, a Kardos Tiborccal. Tiborc volt az a személyiség, aki olyan, merem állítani, hogy zseninek lehetett nevezni, ahogy ő tudott az irodalomról gondolkodni, ahogy tudott vizuálisan látni, és olyan segítőm volt, olyan partnerem volt ebben, hogy én is a film mellett le tudtam tenni azokat az eredményeket, amik sikerre vezettek, animációs filmeket készítettem vele közösen, egyénileg is, és hát nem utolsó sorban, amikor ő elhagyta az országot, disszidált, akkor kint Amsterdamban az Ahikár Amsterdam nevű performance zenekarunknak készítettem olyan filmet, meg a Tiborc versmondásáról, ami én hiszem azt, hogy a kor szellemébe illő volt az avantgárd művészetek területén. Nagyon nagy hatással volt rám a Tiborc művészete, nagyon hiányzik, hogy nincs. A szakmaiságomra talán jellemző az, hogy a tűtől a repülőig mindent fényképezek. Ez épp úgy az emberábrázolásra is kiterjedott is, a portrétól az aktig minden tetten érhető szerintem a munkásságomban. Nem annyira domináns. Nem azért, mert nem tudnék erről, hanem annyira sokkal több olyan dolog, ami jobban érdekel, jobban foglalkoztat, és ezek a dolgok közül tán prioritást élvez három fő csoport. Egyik már talán a múlt, ami már annyit nem tudok, a színház fotózásom, másik az emberábrázolásból a portréfotó készítése, ahol szintén tematikussá vált ez a fajta tevékenységem, ahol Antal Pista barátommal együtt elkezdtük az elszármazottak portréfotóit és ő a portré riport fotóit készíteni, de hát az élet azt hozta, hogy ő eltávozott közülünk, és maradt rajtam az a dokumentálás, és ő nélküle is folytatva azokat a kapcsolatoknak a portréfotóit, amivel tudom, hogy ő rendelkezett. Én hiszem azt, hogy 3-4 felvételből nem lehet megoldani egy jó portrét. Ott időt kell tölteni, ott kapcsolatot kell teremteni, ott meg kell nyílni mind a kettőnknek. Nem elegendő az, hogy én hallgatom, hogy ő mit gondol, vagy mi az ő életfázisa, vagy milyen gondolatok zajlanak bennem, mint dolgozik. És ő is vissza szokott kérdezni legtöbb esetben. Tehát nem vagyok egy külső tárgy, aki most róla valamit létrehoz, hanem partnerség. Én ezt így gondolom, nagyon-nagyon fontos az, hogy akivel leülünk, mint ahogy most itt mi is megtesszük egymás közt, portré készül rólam, kicsit hosszabb expozícióban, mint egy fénykép, de tudakozzunk egymás felől. Nem nagyon szoktam így vezetni, tehát legfeljebb annyival, hogy a mimikával. Nem megyek bele az agyába. Tehát ezt én annyira olyan területnek érzem, az az ő teritoriuma. Tehát Isten őrizel, hogy befolyásoljam. Akkor már nem ő lesz. Ez nem egyértelműen hasonlítható össze egy színházi dramaturgiával, hogy na, adom oda az instrukciókat, hogy most mit. Más kérdés, hogyha egy alkalmazott fotográfiát készít az ember, ahol tudod jól, hogy mi az elvárás a megrendelő részéről, hogy mi legyen a kifejező arc, kifejező, legerőteljesebb arc kifejezés. Amit lehet instruálni, az annyit, hogy ó, egy kicsit kedvesebben. És akkor nem is az a lényeg, hogy mosolyogni fog, vagy fog a látszódjon, hanem a szeme tükröződjön, a szemből fog visszajönni minden. Az öröm, a bánat, minden a szemből jön vissza. Lehet valaki nagyon-nagyon mosolygós képpel, a szemből fogod látni, hogy ez tiszta, őszinte vagy nem. Közel a 70 évemhez én úgy gondolom, hogy ha csak avval foglalkoznék, amit a múltban
elkészítettem felvételeket, és ezeknek a digitalizálása, feldolgozása, archiválása, és még nem is gondoltak arra, hogy ennek egy levéltári, módszertan szerinti megoldása, ez ugyanannyi időt követelne, mint amennyi időt elkészítettem. Nagy valószínűséggel erre már nem lesz időm, hogy ezt megoldjam. Nem tudom, hogy lesz egyáltalán valaki, vagy akarja valaki, vagy kell egyáltalán ezt megoldani, és az vagy lezárul is egy szemétdombon, vagy jobb esetben egy levéltárba végezheti, mint helytörténeti dokumentációs sor, és vannak feladatok. Vannak feladatok, ami nap mint nap jön, pedig megfogadtam, és már újat nem akarok készíteni, foglalkozzak ebben a múlt feldolgozásával, és hát ami most a napjaikban foglalkoztat, Mihálka György barátom hívott meg egy közös kiállításban, liftbe szorult emberiség címmel várt tőlem képeket, és ezeket mindig imádom, az ilyen megfoghatatlan dolgokat, mert nem engedi, hogy ellustuljon az agyam, és csak nyomjam a exponáló gombot, hanem itt kell gondolkodni, és ez nagyon jó feladat. Még nem tudom, hogy mit fogok ebbe a műfajba létrehozni, de szeretem az ilyen kihívásokat. Nap mint nap jön feladatom van a megyei önkormányzatnak a eseményeit dokumentálom, ez egy riport megbízási dolgaim, ott fed le, és ehhez nagyon-nagyon szorosan tartozik, és ez egy nagyon-nagyon szívügyem a megyei értékeknek a dokumentálása és annak a bemutatása egy kicsivel több információt hordozva, képi információt, mint egy egyszerű dokumentáció, szépen megoldva, azt nevezzük így, nem akarom azt mondani, hogy ez művészi, hanem inkább a szép megfogalmazása, esztétikus megfogalmazás, vagy bemutatása, ezeknek a marketingje túlvinni a megye határaink kívül, vagy ország határaink kívül, amire már volt példa, és a nagy vágy, a nagyon-nagyon-nagyon nagy vágy, hogy valami létrejöjjön a 25 év színházi múltamnak elindítása, vagy létrehozni azokat a drámaismertetőket, darabismertetőket könyvformájában. Eddig is a könyvek voltak azok, amik lezártak szakaszokat, legyen az az értéktár, legyen az egy településnek a bemutatása. Én kemény táblaskönyvben érzem minden egyes feladatomnak a lezárását. És ebben még nem valósult meg a színház olyan módon, ahogy én azt elképzeltem, és ebben még bízom az Úr segítségében, hogy ad erőt hozzá, ad jó ötletet, ad jó gondolatot, társakat, akivel ezt meg tudom oldani. Ez nagyon fontos még számomra. Amikor régi képeket nézem, vagy a színházat hozom, nekem időgép a dolog. Nem a halál. Én az életet közvetítem. A színházban is hiába látom a múltat, az nekem, én vagyok ott, nem a halál jött el. Lehet, hogy másképp érzem, mint hogy gondolja a maga a rendező, vagy maga az író a dolognak. Én az élet felől közelítem. Igen, a halálra természetesen, hogy foglalkozik az ember is. Ha meghalok egyszer, az biztos nem élem túl. Tehát nem ez az elsődleges kérdésem, az élet. Csak ezt tudom, és az időgép. Abba a korba vagyok, én vagyok ott, én megyek el oda, nem a halál jön el. A stúdiumokhoz azt tartozott, hogy kell éles, szép képet készíteni, statikus képet készíteni, mik azoknak a paramétereknek a összeállása, ami szükséges ahhoz, hogy így legyen. És történt valami 1976-ban, amikor Zágrádban a Rolling Stones koncerten kint voltam. És a koncert úgy volt meg, hogy fényképezőgépet nem lehet bevinni, én vittem 3 gépet magammal, hát annak az lett volna sorsa, hogy ott azt fogják és berakják a ruhatárban, majd a végén visszakapom, hát mi azt tettük, hogy darabokra szedtem, objektívet külön másnak odaadtam, gépet, és ezeket 6-8 emberre bevittem a gépet. Diára fotózva, Rolling koncerten én nem tudtam megállni azt a tiltás ellenére, hogy ne fotózzam, de követtem el egy hibát,
összekevertem azt a filmet, amire már fotóztam, nem törtem be a filmnek a végét, és befűztem még egyszer. Annyira szerencsésen, hogy a két befűzéskor az egymásra fotózott képek minimális elcsúszása voltak, de más idővallomban készültek, más időzónában, más zárral készült, zársebességgel készültek a felvételek, és hasonló adott helyzetből fotózva, ezek a dolgok egymásra adva hoztak ki egy olyan képet, hogy egy statikus és egy bemozdult képnek a mozgásából kétszer exponált képnek. Nem volt tudatos, de innentől kezdve indult el, hogy a szerencse megint közjátszott abban, hogy elég sötét, vagy a filmek érzékenysége még nem volt magas, fény volt a színpadon, abban nem volt gond, és kijött a két expozícióból, megint szerencsésen, hangsúlyozom, nem tudatos volt a dolog, egy jól exponált kép, kvázi jól exponált kép. Ez akkor a bemozdulások miatt azt mondták, hát ez rossz, életlen, de adott egy szellemiséget. Most nem csak az a szellemiség, hogy egy bemozdult életlenség, de ott van az éles pont, hogy a szellem az repül. Volt ilyen hatása. De a szellemiség azt adta ez az alkalom, hogy én utána elkezdtem tudatosan használni a többször befűzött filmet, a többször egymásra való expozíciót. A mai napig meghatározzák azt a mai tevékenységem, és nem tudom, ez művészet vagy nem művészet, de már nem dokumentáció, hanem ez egy szabad szellemi foglalkozás a szakmámon belül, amikor létrehozom ezeket a képeket. Érzem ebben a dologban, hogy sűrítem az ellopott időt, a kiragadott időt, és mutatom azt is, a mulandóságot. A mulandóságnak nem az, hogy én halandó vagyok, csak az időt. Az egyik legveszélyesebb helyzete az emberiségnek az idő, mindenfajta tekintetből. És ezeket a képeket, hogy elkészítsem, volt máskor is erre példa, hogy véletlenül ilyen a színházi esetekből a Molière fösvényének a fotózásával, ahol ráadásul meghatározó személyiség volt, a Mensáros László játszotta a főszerepet, és ott is egymással fotóztam véletlenül. De abból megint olyan szerencsésen alakultak a dolgok, tehát valahol valami irányítja az én tudattalattimat arról, hogy létrejöjjenek olyan munkák, nevezzük alkotásnak, ha így lehet mondani, ami több, mint egy dokumentáció, több, mint egy riportfotó, több, mint egy egyszerű családi fénykép, de hogyha a színházra vegyük, akkor maradjunk a dokumentációnál. Ha érzelmekről akarok beszélni fotóban, akkor az elmúlt években is, és szomorú története is lehetne, de nem azt emelem ki, hanem inkább azt a kapcsolatot, ami én hiszem, hogy igaz volt. Normantus Paulius barátomnak nem sokkal a halál előtt készült fényképekkel, és az a portré, ami szerintem egy nagyon erős portré. Nagyon sok portrét készítettem, több tízezer lehet a száma. Lehet, hogyha elém kerülnének, akkor mindenikbe találnék olyat, hogy na ez a legjobb, de azt, hogy én hiszem, hogy fiatalon elveszítve egy olyan barátot, és itt még említhetném az Antal Pistáról készült portrét, de nem ő volt soha a portré alany. Tehát annyi olyan kapcsolatom volt, akinek az életben egyrészt köszönhetek is dolgot, már magával abban is, hogy jelenléte volt az életemben, és a hozzáállása a Normantas Pauliushoz a szakma iránti alázatot is, dolgot, amiért ő képes volt meghalni. És ez a fotó, ez a portré róla fájdalmas, csak nem teljes. Miért utána kijöttünk ebből a kis kínai étteremből, ahol ezt készítettem róla, és olyan mosolygós, olyan vidám képeket készítettem erről a fiúról, aminek eljön az ideje, hogy meg fogom mutatni, és talán ez a két kép együtt lesz majd az az erős kép, ami azt mondom, hogy talán az elmúlt időszakoknak a számomra a legértékesebb felvétele.